Sziasztok, üdvözöllek benneteket, GTA-zni fogunk. Itt van velem a Heki. Szavaztok! Az Andris. Ali. A Laci. Sziasztok. És a Medions. Ali. A GTA e-heti specialitásai közé... Specialitásai, mint hogyha valami étlap lenne. A mai menü... A mai menü. Két háromkerekű, két motor, és egy gyerek négykerekű kiskony. A GTA e-heti specialitásai közé tartozik, hogy most négy járművet... ingyen meg lehet szerezni. Az egyiket a legendás autók közül, vagy mi ez a legendary motorsportos autók közül, már ez hihetetlen. Illetve láthatjátok eszemben, én is ülök ezt a BF Raptort, illetve a South San Andreas autók közül ezt a kis négykerekű gyermek quadot, illetve ezt a két motort, úgyhogy tekintve, hogy ingyen van, hát ingyen minden megéri. Most beszereztük ezeket, de ezek nem tűnnek magukkal. És fel fogjuk őket tuningolni, megnézzük ezeket a járgányokat. Nyilván mindenkinek érdemes beszerezni, mert it's free. És eddig amúgy ingyenes jármű, tudtam, hogy egyedül az L1 volt, meg nyilván amit kipörgettünk a pódiumról, de L1. Hogy... Hát az L1 R8, van egy ilyen autó. Ja, nem ja. Úgy, hogy R1, mint hogy menjünk... Ja, mindegy, menjünk inkább. Nem, R1. Jó, gyerünk. Menjünk. Képen sorba, az úristen. Menjél már! Ez irányítatatlan. Várjál, mert fennakadtam. Menjél szépen be. Ezt nekem mondod, ja? Na, Heki motor tuningol, én meg... Buffer Raptort, mondjuk azt hiszem nem nagyon lett... Hakocsú! Hogyha? Ez a neve! Jó a japán. Nem alig van pénzem amúgy. Ami szerintem egy picit hajaz egy ilyen Suzuki Ninjára. Ninja? Ez meg azt hiszem valami BMW háromkerekű cuccból lett, de nem tudom pontosan miből lett ez az autó. Tehát mi volt ugye az alapkoncepciója, de hát... Most mindegy. Én ilyen felesleges dolgokat nem rakok bele. Amúgy túl sok minden nem lehet. Tehát, hogy... Köbőző... kell. Motor. Ami tök jól néz ki a hátulja. Meg ez a vastag kerék, ez rohadtul tetszik. De ennyi mindent? Hát gyerekek, ebben alig megy valami. Ami kereket legalább lehet állítani. A tiédek milyen színű lesz? Valami extrém szín kéne. Az enyém ez valamilyen kékes cumó lesz szokás szerint. Kék, hát... Ez a Diamond Blue milyen rohadt jól néz ki. Lehet, hogy fehér lesz az egyik szín nálam. Ami jó. Turbinium. Hát én a ruhámhoz festettem. Így. Amúgy ez a piros, ez jó, de kéne valami menő piros. Ezek le vannak. Így egy fokkal jobb, így fokkal világosabb. Nagyon betegen néz ki a cucc. A lancba. Mindent rakok bele, ami a sebességben számít, megállni nem akarok. Nem sok pénzem van, mert vettem magamnak egy autót, amit most nem árulok, hogy mit csinált. Úgy lehet, hogy offroad gumit teszek amúgy fel erre a kis... Hát, nem nagyon fér be, de... Elég érdekesen néz ki rajta az offroad gumi. Most nem tudom eldönteni, milyen kereket tegyek rá, hogy őszinte legyek. Nagyon bedezd, de hogy ennek... De annak a külső körét lehet változtatni, és akkor jó lesz, legalább tudom, hogy milyen. Én azt hittem, hogy lehet esetleg itt a széltörőket, a burkolatot kicsit módosítani, vagy leszedni. Fehér? Örülnek, hogy ingyen adják. Hát amúgy igen, örülnek, hogy ingyen van, tehát azért csodát nem kell várni ezektől a járművektől. Azzal nincsen baj, csak azért egy picit ilyen modifikáció azért szerintem lehetett volna. Ez is igen. Atomik. Atomikosan jó. Nem tudom, vannak olyan versenyek, mondjuk biztos, hogy van, amikor ezeket a gépeket lehet elvinni, és esetleg jók. Hagyjad már, tudjátok mi? Tudom sötétíteni az ablaküveget. Na most ez egy 5 cm magas plexi a kocsi elején. Hát ez, kinek ez nagyon tetszik amúgy. Hát ez pont egy olyan cumó, amit tulajdonképpen menet közben pont az arcodba csapja. Na, igen, én végeztem. Jó, én is. Ez úgy néz ki, hogy ez ennyi. Jaj, amúgy egész jó tukrik, minél gyorsabban megyek, ugye... Hanem nehezebben. De küzd! Úgy érzem magam, mint hogyha egy Dodge-en ülnék. Jó, és akkor a Laci... Laci kitörött az egyik lámpád. Hát igen. És ezen összvisz ennyit lehetett változtatni? Igen. Ez nagyon de sok. De én is lehozom azt a fajtát inkább. Ugye? Házamnál. Ki kell próbálni, gyertek versenyezzünk egyet. Na, indítom a versenyt.
Ja, jó, nem még. Számol, várjál. Úristen, de nehezen indulunk! Én nem kaptam boostot. Hát mert itt nincsen, ez egy ilyen... Ne! Ez mi volt ez? Kapjuk el a motorosokat? Kapjuk. Szerinted elkapjuk őket? Nagyon, nagyon instabil. Na Jézus! Hegyek elkapják őket. Ez nagyon, nagyon instabil ez a Verda amúgy. Nem! 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 Pálma fa. Plusz megállomás? Mondom, hogy Frankó... Plusz Frankunk. Megállomás? Medi ne csaljálja már meg! A járószegélyeket nem szereti. Oké. Okay. Megkanyart. Jó van! Egyenes jó annyira tett. Loser! Melyik őtök győzött amúgy? Loserek vagytok. Medi. Te! Az igen. De szia, de te hogy állok ezzel vissza? Jézus Isten! Karambol! Ez melyik őrült volt? Kevin, mindegyik. Nem volt rajta fényhet, most mit csinálják, azt nem tettem bele. Ez ekkora takarodj a motor! Hadd még ki a motor! Nem! Leégtem a motor! Tiri-tiri-ri! Ja nem az, nem az. Az a Ghostbuster. Az nem az. Várj, állj meg! Állj meg! Most mehetünk. Gyere, Starki! Nem gondoltam, hogy leesünk egyből, de jó. 120 kg vagyok, te szórakozz. Várjál már! 120 kg tömör izom, mi? Gyönyör. Most jó? Ez jó? Eddig jó? Oké. Okay. Wow, hogy tilt, figyel! Mindjárt megpusztul. Kanyarodj! Hát megálltunk igazság szerint. Ok! Most mi történt? Oké. Okay. Neki hogy marad rajta? Te hova lettél? Én laggoltam egyet és ledobott. Ellaggolt. Te itt maradtál? Én itt maradtam a motoron. Hát ez rohadt jó. Na van, kihozom a másik gépet és azt a kicsit én is megcsinálom. Oké, okay. Egy kicsit. Azt a quadot. Én megnézem itt a motoros klubba, hát ha jobban fel lehet tuningolni ezt a kis négykerekű quadot, aztán lehet, hogy nem. Ezt majd meglátjuk. Viszem be ezt a dögöt. Tuningolni biztosan lehet itt nyilvánvalóan, ugye már vettem hozzá annó. Hát figyelj! Szerintem itt kb. Ugyanannyi lesz. Armort lehet rá tenni féket. Engine-t. Dugát. Turbót. Igen. 30 ezer. Hát nyilván. Senki sem mondta, hogy olcsó lesz. Igen. Turbo, mehet bele a turbo és hagyd menjen. Festésnek erre egy Midnight Purple-t teszek és teszek rá valami világosabb purplét. Na mondjuk Bright Purple van most rajta. Jó, ez egész jól néz ki, hát ez illik ez a lángfóliához, annyit tudok erősz visz mondani. Jézusom! Bocsánat! Mi se te lezuhantál? Nem, fólia. Nem, csak ugrattam és azt hittem, hogy baj lesz belőle, de meglepő módon a talpamra érkeztem. Mekkora szerencse? Na, megcsináltam az enyémet, az enyém kapott golyóállógumit, nem kell aggódni. Ilyen lilás színeket alkalmazta meg, egészen vad lett. Így mennyire menők vagyunk. Úgy nézek ki, mint egy óvodás, érted, aki kapott egy ilyen pici motort. Igen. Mi a nyakotot? Ez nagyon gáz. Hogy van, lábbal kell hajtani, ugye? A cipőt az olyan, mint a neonfény. Igen, ez így van. Tetszik? Kurva jó. Kell nekem is egy olyan, ami fehéren világít. Azt mehetne, amúgy... És mehetne. Opa. Amúgy megcsinálnánk a moonwalkot. Ez amúgy tök jó ez a kis quad. Mit akarsz? Tökre megy, picike, nem tudom. Felférünk rá ketten? Azt hiszem nem, ugye? Nem. Ez elszomorít, de amúgy megy, mint a meszes. De miért amúgy a Dolce-be befértek ketten, akkor ebben miért? Mert lehet, hogy a másiknak az ölébe kéne ülni. Ez így tényleg, mint a Dolce-em. Ha egymást le akarjuk lökni. Medi, mi az Isten? Hogy igaz? Hello? Ne, ez nem ér! Na várjatok, akkor csináljunk egy játékot. Mindenki hozzon ilyet. Tök mindegy, hogy fel is van tuningolva, vagy sincs. És... akkor lögdössük egy... Értetlen. Egy kicsit Battle Royale-ozni fogunk. A szabályok a következőek. Csak ütni lehet erről a quad gépjárműről, és ha valaki leesik és nem hal meg, és vissza tudsz állni, akkor visszaszállhat a csatába, ellenben viszont kiesett, és az utolsó életben maradt játékos
lesz a győztes. Ez itt tiszta mindenkinek, ugye? Igen. Kérdés? De akkor, hogyha kiestem, mert leütöttek, de túléltem, visszaszállok és kiütök valakit, akkor... Az jó, nem, az jó. Tehát unfair. Nem, nyomhatod. Tehát, hogyha nem lehet viszont használni snacket, tehát nem healheted fel magad. Amúgy én nem is, tényleg azt nézzétek meg, én nem vagyok full HP, én eszek egy kicsit például. Szerencsére esik az eső, ez most egy ilyen csata lesz. Egy szomorú lap, ahol a gyengék elesnek. Úgyhogy kezdhetjük, mindenki kész van? Kellene egy villámdörgés startnak. Igen. Na, 3, 2, 1, mehet. Na, hát ez yes. Volt. Yes! Gyere hozzá! Nem indul! Nem talált! Ah! Igen! De ez az! Amúgy is zivatarok vannak mindenhol. Ah, és dörög. Nagyon jó. Mi az Isten? Hát az jó volt. Ez egy modernkori lovagi torna. Hopp! Ez megvan a Laci! Elmentem a Lacit! Ez az! Hopp! Modernkori lovagi torna. Igen, ma... Hopp! Eltaláltalak? Nem. Engem nem. Hopp! Nem jó. Hopp, nem volt rossz oldal, nem! Neti! Te szégyen talán! De... Lent vagyok. Fejreállt a medigépe. És visszaborítja, hagyjad már! Azt a mindenit! Ott leszettem az Andrist! De a földön vagyunk, kekle meg! Ne így jöjj meg! Bocsánat! Ez hihetetlen. Én már halottam. Úristen, a Laci jött fát vágni! És tényleg. Ne! Meghaltam! Basszus! Kiestem. Pedig, hogy? Ez rohadt jó volt. Engem megöltek. Én kiestem. Én még elméletileg itt vagyok. Csapjatok össze! Ne kilométerekbe kerülgessétek egymást! Csapjatok össze, mert megöllek! Yes! Az igen! Ámból! Ja, hogy bírjátok ennyire? Hát ezek mit tesznek? Milyen tejen éltek ti? Na, én az első ütésbe belehaltam. Jézus! Okay. Jó! Jó! Gyerünk! Várjál, nem jó! Valami nem jó! Valamit elnyomtam! Ez csal! Nem jó! Ez csal! Nem. Láttam, hogy csalt! Kiesett, ő lett az ötödik! Medit is diszkvalifikáljuk! Ne, üsd lovaggá! Üsd lovaggá, mivel? Üsd királyjá! Gyere, Medi, az! Jaj, ez a Laci! Már elkapom! Megvan! Mármint, hogy nem igazán, de hogy el kell kapni a Medit. Az vagy, mert mindjárt meg... Ez most komoly! Milyen ötödik? Milyen ötödik? Bár, hogy nincs a lényeg... A lényeg, hogy tudunk kulturáltan játszani ezzel a játékkal. Az mi volt, Laci? Medi vágott egy buskétával szentelekre? Azt a mindenség, itt te jó! Na hát vigyük el ezt a kis quadot megmérettetni a hegyre. Egy barátságos verseny, point to point, jó, az nem GTA verseny. Barátságos kis versenyre mehetünk! Fel kell mennem, hogy a hegyre? Teljesen? Föl is le. Az mondjuk menő. Aki lelöki a másikat, az plusz pont, azt tudjátok? Jó, nekem itt van amúgy a Verda. A pontok, Lacikám, a pontok. Azzal nyered meg. Hol a Laci? Itt a Laci. Nem tudtam rá pisztenni! Na hát győzön a jobbik. Még talán még... Megázott az öltönyöm, én nehéz vagyok így. Jaj, de szomorú. Majd menet közben megszárad. Valakinek utas. Most nézem, hogy hátul az a kipufogó amúgy. Nem tudtam eddig azt a lukat hova tenni, semmit, őrség szerint. Azt a micsoda! Dinamik indulás. Ups. Te akartuk egész ire. Az a szélárék. Jaj, várj, itt fel. Hogy nem estem. De fel kell fordulni jobbra. Fölfordulok mindjárt. Jézus. Jó. Nagyon szívg a motor. Jaj. Hadd legyem. Hadd szóljon. Most utolsó vagyok, nem szivattok. Amúgy egész jól irányított. Épp volt heki. Jézus a meki. Olyan élesen veszi a kanyarokat, hogy... De szihetetlen. Én nem mutatja valami izé.
Sinerhúzni. Az Isten! Nagyon komoly. Okay. A GTA Pro legelül. Hagyjad le. Ja, prő, bocsánat. Medi azt se tudja, melyik játékkal játszik. Lacikám, mindig a prő. Mi milyen? Az... Nem tudom, ki van a kocsi. Laci! Prő! Menjél már innen, te prő, hogy nézel ki? Mi az a világos kék? Hát ott van az arany medál a nyakamban, nem látod? Nem, hát ide hátulról nem igazán. Ezt honnan loptad mi? Azért vagy prő, mert ott van az arany a nyakamban. Azt a kutya nem jó játék. Jó. Nem, azért van a nyakamban, mert prő vagyok. Nem indul el föl. Gyerünk. Az ilyen kitüntetés, azt hiszi. Ezzel leteti magát. Hát álmodik a nyomor. Amúgy nem olyan egyszerű menni vele, mint aminek látszik. De én vagyok az első. Én vagy csíkos tapernyő. Mi van? Az Isten! Laci, te mit csinálsz? Ne! Jaj! Neki leesett. Nem jó. Jaj, én is jövök! Nem. Ne! Basszus! F heki hosszan. F hosszan. Nyomom a féket, érted is, mi úgy is megy. Menjél, Lacikám! Jaj! Jaj, nem kanyarodik! Kanyarodik az! Pont, hogy kanyarodik szükségesen. Kilöktük a Lacit. Zsutyi-butyi! Andris a legelőle. Hagyjad már! Andris az csal. Andris, ugye tudod, hogy a végén repülni kell? Igen. Hopp! Jaj! Oké. Okay. Gáz, gyerünk! Mi van, ketchup? Aj, az is igaz. Érzem, hogy alig megy az autó. A sebesség persze a legnagyobb problémám, mert az, hogy veszem be a kanyart. Ja. Érzem is, hogy mindjárt leáll a motor. Ja, kifogyott az üzemanyag. Andris, éppen kevesebbet tankoltunk. De mindig mi ez az bokor meg? Medi, te honnan jöttél le, hogy mit csináltál ott fent? Jaj, ne! Oké, összeszedtem a checkpointot legalább. Jaj. Beleakadtam bokorba. Igen, megakadok minden is. Hújj, Istenem. Jó lesz a szélén, nem lesz jó a szélén. Jó, mert legalább amúgy kisívben fordul ez a kis moci. Mondom olyan, mint egy esélye húznék. Hát csúlya lenne, hogyha úgy fordulna, mint egy kamion. Ne! Jó, oké. Hújj, nem! Inkább iszpondom. Jövök a Medi után. Halt. Mi halt meg? Én. Nem tudok visszamenni, hát ez mi? Ne dudálj! Jöttek már srácok? Jézusom! Hopp. Úgy megpördül egy kis bukkanón is. Gyerünk! Fullos kis verseny! Ne! Ez mi? Ne! Laci! Az aranyaklánc húzza le a fejecskédet, menj innen! Húzz előre! Húzz előre a súly, baby! Basszus! Te érted, random izék! Bónusz súly! Semmi nélkül megpattad, ez mi? Ugratok és elkezd balra húzni. Lehet megérdemled, Medikél! Ugrassál már! Hopp! Sziklát melyik tervező tette ide? Igen. Szia Laci! Basszus! Mindenki belement. Aha. Másik irány! Ne! Neki a hátul kullog. Jajaj! Itt is van egy szikla. Egy több is igazság szerint. Jó. Ó, mekkora jó. Hát így adjuk már! Lackám, összeszedted a checkpointot? Nem. Nem baj az. Össze-vissza rángatja. Andris, hagyjuk. Basszus, amúgy a fák meg a bokrok a legnagyobb ellensége. Hát igen, a fák nem igazán. Igen, a bokor azért így ránt. Megy így megdombolni sem. Úgy elővenném most a képfegyvert, azt leszedném azt a Medi Jones-t onnan. Medi, menj neki a fának! Ez az! Harmadik hely. Erős közepén végeztünk. Jó volt. Megküzdöttünk ezért a pozícióért. És nézzük a hekit, vajon beére. Na, hát ez nagyon jó. Ez sokat fog segíteni, igen. Heki, te most... Hajrá, Heki. Te most még felfele mész? Nem tudom, hogy hol vagyok. Mi történik? Ja, nem már... Már lefelé jön. Egy másodperc az a baj. Nem baj, Hekikém? Pedig majdnem meg volt. Hát a szokásos. Azt hoztam, igen. Ennyi hiányzott, egy icipici, egy milliméteren volt ez. Jó, most lovagoljunk még ezen, igen. Na, jó van. Mindegy, hát szerintem ezekből a járművekből amúgy bőven elég volt. A kisebb motorok nem tudom, hogy mennyire jók. Igazság szerint
jól néznek ki, mondhatjuk ugye a sima két kis motorra. Most amúgy mit nézzük? Ja most... Tudod kihívjam fel? Szóval srácok, összegezve ez a négy ingyenes jármű, nekem picit olyan, mintha kiragadták volna pont azokat, amelyeket így az emberek nagyon nem vesznek meg, és akkor ez ilyen... Talán picit nesze semmi fog meg jól, mert valójában ezek nem a leghasznosabb járművek. Nem nagyon szoktam látni, hogy az emberek ezeket használják. De amúgy mókás tud lenni, főleg ez a quad, amúgy egész jól fordul. De az ember nem nagyon használ ilyet, ráadásul csak egy ember fél fel rá. Funolni maximum lehet vele. Az a három kerekű nekem az egyetlen problémám, hogy tök könnyű kipördülni vele, hogyha picit megdobja a seggét. De az is ingyen van legalább, úgyhogy nem tudom nektek mi róla a véleményetek. Ingyen meg az ecet is édes. Így van, ajándéklónak ne nézd a fogát. Tehát, hogy... Azt tetszik benne a legjobban, hogy fel se tűnt, hogy nekem már megvolt ez a quad alapvetően. Igen, és most vettél egyet ingyen. Ó, igen, de szomorú. Legalább ingyen. De szomorú, nagyon sok pénzed ment most rá kárba, gondolom. Na mindegy, úgyhogy aki szeretné, szerezze be őket. Szerintem semmi különleges, max a sima motorok azok, azt hiszem az egyik egész jól néz ki, nem tudom azokat mennyire lehet megtuningolni, ezt a quadot meg a három kerekűt ilyen basic tuninggal lehet csak ellátni, úgyhogy hát szerezzétek be, egy hetetek van rá, skacok. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretitek és még nem tettetek, meg iratkozzatok fel. Itt ott lám a Heki, az Adris és a Medi, illetve a Laci. Ali. Ali. Na, basztok. Jók legyetek, sziasztok.